Fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetésére voltunk hivatalosak a művelődési házba. A tavalyi nagy sikerű pályázat után ez a 2.0, amely városunk épített és természeti értékeit hivatott bemutatni, valamint zászlajára tűzte azt is, hogy Ercsi hírnevét emelje a képek által. A komoly díjazással kecsegtető pályázatot még Berente Attila, a HSC Kft. Vezetője hozta létre, és ebben az évben is mögé állt a kezdeményezésnek. Szívén viseli Ercsit. Úgy gondoltuk, hogy ha beütjük a Google-ba, hogy Ercsi, akkor az jöjjön elsőnek, hogy milyen gyönyörű ez a település. És akkor hogyan indíthatnánk ezt el? Természetesen úgy, hogyha megörökítjük Ercsi szépségeit. Hogyan tudjuk megörökíteni Ercsi szépségeit? Írunk róla, beszélünk róla, elkészítjük mézes kalács formában, de a legmaradandóbb a mai világban, hogyha fotózzuk, illetve videózzuk. Az Ercsi fotópályázat 2022 képeiből a több mint 200 fotó készült, abból 50 darab fotóból készítettünk most egy kiállítást. Pap Dánielt, a zsűri tagját meglepte a nagyszámú és jó minőségű fotó és videóanyag beérkezése. Nagyon nagy megtiszteltetés volt a tavaly és idén is, hogy felkértek a zsűritagnak, és egy kicsit féltem igazából, mert a Ercsi azért nem arról híres újabban, hogy az emberek ugye, nem tudom, megmozdulnak, és egy aktívan részt vesznek dolgokba, és óriási meglepetés volt, hogy rettenetesen sok kép érkezett tavaly, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű fényképek érkeztek. A kiállított képek, melyek március 20-áig láthatóak a művelődési házban, adomány összegért megvásárolhatóak. Aki a legtöbbet licitálja az adott képre, az támogatni fog egy Ercsi diákot. És ezeket a gyerekeket többek között azért szeretnénk támogatni, hogy érezzék azt, hogy fontosak nekünk, érezzék azt, hogy az Ercsi fotópályázat által is meg vannak becsülve. Egy általános iskolás kisfiút fognak támogatni, 16 kép vagy 17 kép van az ő nevén, egy középiskolás kislányt fognak támogatni 17 képpel szintén, és egy felsőoktatásban tanuló kislányt, nagylányt szintén 16 képpel. Ugye itt tudtuk megosztani. A licit részleteiről a fotópályázat Facebook oldalán lehet többet megtudni. A díjátadón megemlékeztek Néhai Vajdics Andrásról, az első pályázat zsűri tagjáról. Trepák László az ő novelláját, a Ne felejtset, olvasta fel emlékezésként. Átszálltunk a bukira, a kis vasútra. Lótrágya illata megcsapta az orromat. Mélyet szippantottam a vidéki levegőből, a kis vasút szinte a ház előtt állt meg. Finom ebéddel vártak minket, de én csak arra tudtam gondolni, hogy mikor láthatom már a Dunát. A folytatásban helyi előadókat, javarész múzsakat, a színésztársait hallhattuk a fotóvetítések közben. On the fields of barley, you forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. A keresztnél mély a csendben hűl a remeted, a homályos erdőségen függ tekintete. Mindmikor a béke részen hosszú harc után, s fehér zászlókat tűzünk ki a várok falán. Este a cukorgyárba fújják a hat órát, minden kislány várja a babáját. Én is azért kerülöm a cukorgyára, este hat órakor várom a babámat. A gyermekéreink majdnem egyformán folytak le. A falu, a puszta, a nagy távolságok plenerje adta meg nekünk az első, maradandó, mély hatásokat. Ártatlan semmiség, fehér csillagból por hullik szanaszét, rátapad a tájra, arcomba hull, kezemre sapkámra. Maga a díjátadó is különlegesen kezdődött, Fekete Ignácné, helyi amatőrfestő zsűritag, az egyik fotó témáját megfestette, az elkészült művét pedig a fotókészítőinek ajándékozta. Ezen a fotópályázaton 171 fotó szerepelt, 171 fotóból választotta ki az 5 zsűritag az első, második, harmadik helyezettet, illetve a közönség szavazhatott a Facebookon, valamint külön díjast is választottak.
Drón kategóriában Bektold Álmos munkája első, Béres Gáboré második, Pap Gergői pedig harmadik helyet ért, utóbbi vihette el a közönségdíjat, a különdíjat pedig Békes Lajos. Fotókategóriában Karner Márton munkáját találtatott a legjobbnak, Remucki Márton második, Mikholcer Tibor harmadik helyezést ért el. Ebben a kategóriában közönségdíjas Tóth Brigitta képe lett, Mikviel Gergelyé a külön díjas alkotás. Most pörögni fognak mind a drón videók, illetve a fotók, és amíg ezt nézegetik, amíg megbeszélik az eseményeket, illetve amíg megnézik még egyszer talán a kiállítást, fogyasszanak, beszélgessenek, élvezzék azt, hogy ezen a gyönyörű településen vannak, és jövőre találkozunk.